Sziasztok! Néhány héttel ezelőtt feltettem nektek egy-egy képet Facebookra és Instagramra, hogy kérdezhettek tőlem néhány dolgot, amit szeretnétek, vagy ami érdekel titeket, és meg is tettétek, úgyhogy ezekre a kérdésekre fogok most válaszolni. Elsőként az Instagramos kérdésekre fogok válaszolni. Itt elég sokat kaptam. Az elsőt B. Alexa 95-től, aki Brigi egyébként. Ezt amíg írd már le, Brigi, hogy miért vagy te Alexa? Na mindegy. Szóval, mi a kedvenc színed? Piros, zöld, sárga, fekete, fehér, gyakorlatilag mindenféle színt szeretek, kivéve a lilát. Következőt szintén ő tette föl, szereted-e az édességet? Nagyon-nagyon szeretek mindenféle édességet. Aztán Párduc Bébi kérdezi, hogy hogyan ismerkedtem meg a férjemmel. Hogyha rövid választ szeretnél, akkor egy kórusban énekeltünk. Hogyha hosszabbat, és nem csak a megismerkedés, hanem az összejövés, vagy hát így az érzelem kialakulása is kérdés, akkor amikor már megszűnt ez a kórus, akkor kezdtünk el úgy igazán kettesben beszélgetni, és hát ez eleinte annak indult, hogy keseregtünk elég sokat, hogy jaj, nincsen már kórus, aztán elkezdtünk szervezgetni ilyen kis összetartó dolgokat, pizzázást, meg talán kettő pizzázást is így megszerveztünk ketten, aztán egyszer csak úgy felmerült, hogy mi lenne, hogyha valamelyik nap találkoznánk. Akkor volt valami miatt pont kóruspróba, és előbb találkoztunk, és bár külön érkeztünk a helyszínre, de kézenfogva sétáltunk be a próbára. Enzita 15 kérdezi, hogy milyen videókat tervezek, és hát mindenféle videókat tervezek, nagyon-nagyon sok ötletem van, nem szeretnék semmiféle poént lelőni, de amiket eddig is kedvences, szerzeményes, antikedvences, elfogyottas és tag videókat mindenképpen rendszeresen, illetve szeretnék több körmös és sminkes videót is, és egyéb kreatívkodásokat is, de hogyha kíváncsi vagy, Zita, hogy milyen videóim lesznek még, akkor tessék feliratkozni a csatornámra, és akkor látni fogod. Krisztina Mori kérdezi, hogy hogyan néz ki egy átlag napom. Általában éjjel közepén fekszem le, 4-5 óra körül, alszom nagyjából 10-11 óráig, és utána sorozatot szoktam nézni, illetve a bloggal foglalkozom, aztán este felé nekiállok főzni vagy sütni, és délután természetesen mosás, takarítás, egyéb kreatív tevékenységek, illetve a blog van porondon. Aztán este ugye jön haza a férjem, akkor megvacsorázunk, tévézünk, sokszor társasozunk még este, ilyesmik. Úgyhogy, hát igen, most itthon vagyok, ugye nem dolgozom, és nem is tanulok, de most ez így nekem jó, és hát hogy mondjam, szóval szükségem van erre a pihenésre, mondjuk így. Miket szoktál csinálni, főleg egy nap, így karácsony közelettével? Zenét hallgatok, minden mennyiségben karácsonyi zenét, illetve hát mostanában készítem a karácsonyi videókat, bejegyzéseket. Jesszus! Illetve ajándékokat készítek, csomagolók, süti receptek után keresgetek, ilyeneket csinálok mostanában. Ha jól emlékszem, nem dolgozol most, ugye? Ugye? Jól emlékszel, nem dolgozol most, itthon vagyok. A következő kérdéseket pedig I Love Drive tette föl, rengeteget kérdezett. Az első, hogy kinek, minek a hatására kezdtél el blogolni, vlogolni. Hát igazából blogolni azért kezdtem el, mert jön a vonat. Hát blogolni azért kezdtem el, mert elég nagy közléskényszerem van, főleg azokról a dolgokról, amiket szeretek, és hát a smink és a szépségápolás és a kozmetikum világa az egy ilyen témakör,
amivel viszont a férjemet megőrítettem már, és úgy éreztem, hogy muszáj mondanom, de ő meg nagyon nem bírta már hallgatni, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor a nagy nyilvánosság elé tárom a véleményemet a termékekkel kapcsolatban. Vlogolni pedig egy nagyon egyszerű és praktikus dolog miatt kezdtem el. Nem volt kedvem befotózni egy 60 darabból álló kedvences posztot, és úgy döntöttem, hogy ha már ott a kamera a kezemben, illetve összeszedtem mindenféle terméket, akkor leülök és beszélek. És hát ennyi. Nyilván nézek videósokat, de nincs, akire azt mondanám, hogy ő volt olyan hatással rám, hogy ha ő csinálja, akkor én is csinálhatnám. Úgyhogy igazából magam hatására kezdtem el ezt csinálni. Következő, mi az a smink termék, ami nélkül nem tudnál élni? Erre egy bejegyzéssel szeretnék válaszolni, amit az infodobozban megtalálsz. Nemrég írtam, és különböző blokkerinákat kérdeztem meg. Nem tudok egy smink terméket kiemelni, és ezt ott is leírtam, de ha kíváncsi vagy ennek a kis bloggerinás közvéleménykutatásnak az eredményére, akkor ezt nézd meg. Minden nap sminkeled magad? Nem. Amikor itthon vagyok, és nem videózok, és nem megyek sehova egész nap, akkor nem sminkelem magam. Hogyha elmegyünk valahova, akkor viszont igen. Szóval tudom, hogy butaság, de nem szívesen lépek ki smink nélkül az utcára. Nem feltétlenül azért, mert így hú, de szép vagyok, és szebbnek érzem magam, de egyszerűen jobban érzem magam. Magabiztosabb vagyok így, jobb érzés így a tükörbe nézni. Úgy gondolom, hogy így vagyok önmagam, hogy ki vagyok sminkelve. Nem kell nagy sminkekre gondolni, de egy fekete szemceruza, egy szempillaspirál, a szemöldököm és valamilyen sötétebb, élénkebb rúzs, az én vagyok magam, és enélkül nem szívesen lépek utcára. Az ő utolsó kérdése pedig, hogy miért a tél a kedvenc évszakom. Ennek egyébként viszonylag egyszerű okai vannak. Az egyik a hőmérséklet. Nagyon utálom a meleget, én rosszul vagyok a melegben, szóval én nekem a nyár ez egy kényszenvedés, mert nem kapok levegőt rendesen, nagyon-nagyon melegen van, minden bajom van nyáron, és a tél az az én időszakom, szóval nálunk nyitva van most is az ablak, és egész télen, és éjjel is nyitott ablaknál alszunk, és nekem ez a jó, szóval nekem ez a 0 fok környéke, vagy inkább a még hidegebb, ami ideális. Nyilván én is fölöltözöm, nyilván én is tudok fázni, de valamiért én szeretek fázni. Szóval én szeretem azt az érzést, hogy úgy hideg minden, és friss, és tiszta, és az annyira jó. És nyáron meg olyan meleg, és büdös, és nem tudom. Szóval nagyon szeretem a telet emiatt. A másik, ami miatt szeretem pedig egyrészt a hó, ami szerintem gyönyörű és a legeslegszebb természeti képződmény a világon. A másik pedig a karácsony, amit nagyon-nagyon szeretek. Hatalmas nagy karácsonymániás vagyok. Imádom a színeket, a fényeket, a kajákat, a mindent. Úgyhogy ezek miatt szeretem nagyon a telet. Megkerestem a Facebookos kérdéseket is, itt ketten kérdeztek rengeteget. Az első Ildi fazekas volt, akinek egyébként a blogjának a linkjét majd beteszem az infoboxba, mert érdemes hozzá benézni. Ő kérdezte azt például, hogy mi változott az életemben a blogolás óta. Az, hogy van célja a napjaimnak, én ezt így röviden, tömören így foglalnám össze, illetve úgy érzem, hogy kezdek belekerülni egy olyan közösségbe, ami új, és ami jó, és ami előrébb visz talán, és tök jó motiváltságot ad a napokra, tök jól leköt, fejlődök is, mert jobban kezdek fogalmazni, írni, a lényeglátásom fejlődött, szóval sok minden változott bennem is. És az életemben is nyilván a legfőbb dolog talán az, hogy nem megyek el úgy utazni, hogy nem viszek kamerát és nem vlogolok, aminek a férjem kicsit kevésbé örül, de ez egyébként az életemben úgy nagyon nagy dolog nem változott még,
de bennem, illetve az utazásainkban mindenképp. Barátok, szomszédok, szülők tudnak-e róla? Barátok, igen, szülőket nem tudom, szomszédokat nem tudom igazából. Papírból vannak a falak, úgyhogy szomszédok szerintem hallják, hogy itt dumálok magamban. Szülőket tényleg nem tudom, nem titkolom, de nem vertem nagy dobbá, szóval nem tudom. Szólnak hozzá valamit? Nem. Sikerült beilleszkedni a magyar blogger társadalomba? Változó. Úgy gondolom, hogy az inkább csak blogot író és nem videózó csajok közé, akik nekem szimpatikusak, azok közé többnyire igen. Nagyobb, népszerűbb emberkék nem igazán, de igazából nem is nagyon vágyom erre. Nyilván egy normális emberi kapcsolat, hogyha egyszer eljutok én is odáig, ahová ők, akkor ki fog alakulni, de ennyi. Esetleg barátokat is szereztem-e a bloggerkedés során, és hát ez poén, hogy pont Ildi kérdezi, mert pont ő az egyik olyan, aki nekem annyira szimpatikus emberileg, hogy ha nem Kanadában lakna, vagy laknál Ildi, akkor szerintem lehet, hogy köztünk mondjuk pont kialakult volna ilyesmi, illetve Anikóval, a Szépség 40 felett blogírójával vagyok elég jóba. Tényleg elég sok bloggerinával szoktam beszélgetni, akár privátban, akár kommentek során, úgyhogy barátnak talán még nem neveznék senkit, de ismerősök és jó ismerősök közeli, már-már közeli ismerősöknek mondanék jó pár embert. Együttműködni valakivel, vagy valamilyen márkával sikerült-e? A márkával nem, és igazából elég nagy elvárásaim vannak ezzel kapcsolatban, szóval én semmilyen kötelező jellegű dologba nem nagyon szeretnék belemenni. Nyilván, hogyha kapnék valami tesztelést, azt megmutatnám, szóval, hogyha ennyi a kritérium, hogy mutassam fel egy videóban, hogy itt van ez, akkor annak még eleget tudnék tenni, de ezen felül én nagyon nem szeretnék így meghunyászkodni, csúnyán mondva. Úgyhogy nem is kerestek meg még cégek, de van egy olyan érzésem, hogyha egyszer eljutok odáig, hogy megkeresnek, akkor is több mint a felét vissza fogom utasítani. Együttműködni valakivel pedig igen, egyrészt Ramival, Stílus és egyéb Ramival csináltuk most ugye ezeket az adventi karácsonyváró videókat, illetve nem olyan régen készítettem egy blogbejegyzést, amiben elég sok bloggerina, azt hiszem 16 vagy 17 lány írt nekem bizonyos kérdésre választ, amit összegyűjtöttem, és linkekkel, fényképekkel együtt betettem. Egyébként nélkülözhetetlen sminktermékekről szólt a poszt, és természetesen az infoboxba ezt is beteszem majd. És ez annyira jól sikerült, hogy úgy döntöttem, hogy havonta fogok ilyet csinálni, úgyhogy minden hónap közepe vége felé fel fogok tenni majd egy kérdést a bloggerináknak, és aztán a következő hónap elején valamikor kiteszem a blogposztot róla. Úgyhogy ez talán ilyen együttműködés még, illetve vannak terveim, és igazából nem is kéne hozzájuk sok dolog, csak megkörnyékezni bizonyos embereket, de ez egyelőre maradjon a jövő zenéje. És az utolsó kérdező pedig Péntek Zsófia volt, aki rengeteg kérdést tett föl, és konkrétan csupa kedvences kérdést, úgyhogy kedvenc felsorolás következik. Kedvenc szín, nincs bármi, ami nem lila, de egyébként a piros és a zöld, amit nagyon szeretek. Kedvenc állat, hogyha házi állat, akkor a macska, hogyha vadállat, akkor a zsiráf és az alpaka. Kedvenc színész, énekes, színész Simon Kornél, énekes pedig, nagyon sok van, nem tudok választani. Tényleg nem. Magyarok közül talán Berecki Zoli, aki a legeslegkedvencebb, külföldiek közül nagyon-nagyon sokakat szeretek.
kedvenc film, sorozat, dal. Film talán az Aludj csak én álmodom, ami a legeslegkedvencebb, de nagyon nehéz választani, gyakorlatilag mindenféle romantikus filmet imádok. Kedvenc sorozatom talán a Szívek szállodája volt, ami a legjobban tetszett, és a Tuti Gimit is nagyon szerettem, illetve a Glee az úristen. És kedvenc dal, rengeteg van, nagyon-nagyon sokféle zenét hallgatok, és amit hallgatok, azt általában szeretem is. Kedvenc dal, nem tudok kiemelni semmit sem. Kedvenc ruha, hát talán a sálat mondanám ide, és télen ilyenkor a hideg időszakban a bolyhos szoknikat nagyon szeretem. Kedvenc tantárgy, a matek és az ének volt mindig is a két kedvenc. Kedvenc sminktermék, jesszus! Nem tudok választani. Szempíros spirált mondok, de rúzs, és szemceruza, és szemoldok ceruza, és korrektor nélkül. Nem tudok élni. Ja, és a pirosítókat is imádom. Tényleg nem tudok választani. Kedvenc cipő. Van egy strandpapucsom, ami hihetetlenül kényelmes, és még jól is néz ki, úgyhogy az. Kedvenc videósom, ha van, jesszus! Újabb megválaszolhatatlan kérdés. Mondok pár nevet, nagyon szeretem DJ Kati Beauty csatornáját, nagyon szeretem Enikőnek, a kialakító bloggerinájának a videóit, Gabi frizurái Gabit is nagyon szeretem, Ramit is nagyon szeretem, stílus és egyéb blokkerinája, Szilvalé Szilvuklét is nagyon szeretem, AVNRL videóit is megnézem mindig, Viszkok Fruzsi videóit is megnézem mindig, Annát is nagyon szeretem, szóval tényleg Nóri, Beauty Secrets from Nora Nórit is imádom, gyakorlatilag a krémet nagyon szeretem. Úgyhogy nem tudok választani. Jön a vonat. Kedvenc édesség, a Raffaello, az epresmiek, a fehér, egész mogyorós csoki, a mindenféle finomság. Kedvenc állat, ez már volt. kedvenc márka, cipő, autó, ruha, étel. Kedvenc cipő márkám nincsen igazából. Én az olsó cipőket szeretem, mert úgy gondolom, hogyha megveszek 2000 forintért egy cipőt, és az szétszakad 3 hónap alatt, akkor még mindig jobban járok, mint hogyha veszek 20.000 forintért egy cipőt, ami ugyanúgy szétszakad 3 hónap alatt. Úgyhogy én vagy kínaiba szoktam vásárolni cipőt, vagy F&F-ben, nagyon ritkán Deichmannban, de többnyire kínaiban, és Tesco-ban. Autómárka, személyautók közül abszolút hidegen hagy a téma, viszont nagy forma egy rajongó vagyok, és ott a Ferrari-kat szeretem, illetve nem a Ferrari-t szeretem, hanem Kimi Räikkönen szeretem, aki éppen egy Ferrari-ban üldögél. Mindig az a kedvenc, amiben éppen ő van. Kedvenc ruhamárka az F&F, és kedvenc ételmárka, töltött káposzta. Az nem márka, de az a kedvenc kajám. Hogyha márkás kaját kell mondani, akkor mondjuk a Marlánka olyan, aminek van márkája, és imádom. Igen. Hirtelen ezek jutottak eszembe, tehát akkor ennyi, elfogytak a kérdések. Köszönöm szépen nektek, féltem, hogy alig kapok kérdést, aztán annyit kaptam, hogy csak na. Hogyha van kedvetek még ilyen videóhoz, akkor írjátok meg kommentben, viszont kérdést ne írjatok, hanem akkor mindenképpen kövessetek Instagramon, Facebookon, hogyha eddig nem tettétek, mert ott fogok majd még kitenni ilyen képet, hogyha szeretnétek és lenne kérdésetek. Remélem tetszett ez a videó, hogyha valamilyen véleményetek van a dolgokkal kapcsolatban, akkor írjátok meg kommentben. Egyébként pedig lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, keressetek meg a közösségi oldalakon, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!